Én ezt ugyan... Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a harmadik és egyben utolsó része lesz az idei kérdezfelelek videónak, ha mondhatom így. Ugye három részre szedtem a kérdezfeleleket, szóval volt már egy csak könyves kérdéses videó, volt már egy könyves per írásos kérdéses videó, és a mai videóban reménykedem benne, hogy most már a maradékot is sikerül megválaszolnom. Egyrészt magán jellegű kérdések lesznek, másrészt pedig olyan kérdések, amiket ilyen egyéb kategóriába soroltam bele. De úgyhogy megpróbálom pörgetni, mert a kamera is túl fog hevülni, hosszú is lesz, a gépem is merül, és annak is melege van, és minden, úgyhogy hajrá, csapjunk is bele. Szóval kezdem az egyéb jellegű kérdésekkel, mert abból nincsen sok, meg azok még ilyen vegyes köre, szóval nem azt akarom hagyni a végére. Első, mostanában szerinted is kevesebb fantasy könyv jelenik meg? A magyar megjelenéseket nagyon nem követek, amúgy meg nem hinném, mert például Instagramon, meg mindenhol folyamat egyébként fantasy könyvek nagyon gyakran jönnek velem szembe, és ilyen újabbak, meg mindenféle, meg Goodreads-re is ugye be vagyok regisztrálva, és az mindig küld ilyen hírlevelet, meg minden, szóval szerintem nem jelenik meg kevesebb fantasy könyv, legalábbis úgy a világon. Magyar megjelenéseket nem követem. Volt olyan könyv, amelyikből csak egy fejezetet vagy kevesebbet olvastál? Ha igen, akkor melyik? Hát általában egy fejezet nálam nem elég ahhoz, hogy megállapítsam, hogy tetszik-e vagy sem. Mert van olyan, hogy jobban indít az első fejezet, van olyan, hogy rosszabbul. Amire kifejezetten emlékszem, hogy belekezdtem, és nagyon pár oldal után abba hagytam, az az Antigóné volt 9-ben. Azt hiszem 5 oldalt bírtam belőle, és utána azt mondtam, hogy nem. Nem érdekel, nem bírom. Amúgy nem, amúgy inkább végig szenvedem magam valamilyen módon a könyvön, de még nem hagytam így félbe nagyon. Lesz még DIY videó? Hát majd lesz, szerintem. Ha lesz olyan dolog, ami ilyen könyves témához kapcsolódik, és föl is tudom venni, és meg is tudom csinálni. Most egyébként tervezek majd... Fú, basszus, az kb. Jövő, azt meg kéne csinálnom. Mert majd megyünk nyaralni, és... kéne csinálnom egy könyvszütyőt. Nem akarok venni, hanem nem tűnik túl nehéznek, anya meg elég ügyesen var, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy olyat össze kéne dobnom, úgyhogy lehet, hogy abból lesz videó, nem ígérek semmit. Mit reagálnál, ha kiderülne, az egész életed egy álom? Hát egyébként néha vannak ilyen pillanatok, amikor nem tudom eldönteni, hogy így most ez a valóság, vagy álmodom. Hát nem tudom, attól függ, hogy ilyen Matrix lenne, mint a Matrix filmben, hogy felébredek, és ilyen tiszta apokaliptikus, meg nem tudom milyen a világ, mert akkor kapnék egy enyhe sokkot. Ha meg valami olyan lenne, hogy valami tök jó másik dologba ébrednék fel, és ott derül neki, hogy állam, akkor ülnek, hogy hú, hát ez fura volt, de túléljük. Nem tudom. Erre így... Nem. Ez olyan, hogy meg kellene tapasztalnom, hogy mit reagálnék rá. Mi a véleményed a sci-fi és a fantasy műfaj ötvözéséről, például ilyenek a Star Wars filmek és könyvek? Igazából szeretem a Star Wars-t. Úgy külön nem vagyok teljesen kémben az ilyen műfaj ötvözéssel, tehát ezzel specifikusan most így, hogy ide lett írva a Star Wars, így tudom a dolgot, így értem. Én szeretem. Meg ha jó a sztori, akkor én bármit szeretek, de tényleg. Tehát ennyi, ez így a követelmény. Nekem tök mindegy, mi a műfaj igazából, mert hogyha olyan a sztori, hogy azt mondom, hogy na, ez érdekel, és ez jó, akkor jó. És a Star Wars-t is szeretem, mondjuk le inkább a fő három filmet, nem az előzményt, meg nem az utána lévőket, hanem a fő hármat, meg a Zsivány egyest, azok nagyon tetszettek. Vagy hát azokat szeretem. Meg a Zsivány egyes nagyon tetszett. Tudtad, hogy a Nils Holgersson rajzfilm igazából anime, ezt én amúgy nemrég tudtam meg. Nem, nem tudtam, de most már én is tudom. Mondjuk attól függ, a régi vagy az új. Mert nemrég láttam, hogy van új valamelyik, nem tudom, lehet Minimax bejött, és ott láttam, és kicsit megijedtem. Amikor az ilyen régi gyerekkori filmek, meg sorozat, vagy filmek így föl lesznek újítva, és meglátom, és enyhe sokkot szoktam néha kapni. Az egyik ilyen számomra a Szilajból van most sorozat. A DreamWorks csinált belőle, és én ebből láttam, de minden. Az a gyerekkorom megerőszakolása. Szerintem, így ahogy ránéztem. Na, még könyvem is jött. Ez egyébként a... Szerintem ez a... Igen. Tessék, gyorsan bakszívot beledobunk. Borka, ha ezt nézed, ezt miattad vettem. Azt hiszem egyébként pont, vagy ez lehet nem is jött az a kérdés, hogy mit vettem utoljára könyvet. Na mindegy, ezt vettem utoljára. Mi a véleményed az animékről, illetve a mangákról? Egyébként ilyenkor nem teljesen tudom eldönteni, hogy így
hogy most azt kellene mondom, hogy jó, vagy rossz, vagy nem tudom, nem nézek nagyon, de szerintem biztos volt olyan sorozat, ami ebbe a kategóriába ment bele, ilyen rajzfilm-szerű sorozat és anime kategóriába van. Mangát nem olvasok, azt tudom, azt tuti, de ebből kifolyólag nincs is róla véleményem, mert attól, hogy nem olvasok, nem jelenti azt, hogy nem szeretem, vagy utálom, vagy van valami negatív véleményem. Sorozat, most hogy az is, ez is olyan, hogyha egy könyv, vagy sorozat, vagy akármi, tök mindegy, milyen formátumban jó a sztoria, akkor azt tetszik. Melyik szerinted a legrosszabb színész választás a Harry Potter filmekben? Őszintén, ezen nem szoktam gondolkodni. Olyan régóta az életem részéje, meg benne van így bennem a Harry Potter, és sose gondolkodtam, hogy na, helyette másik színész kellett volna, mert így már megszoktam őket. Mikor lesz élő videó? Mert nagyon örülnék, ha mostanában lenne, nem tudom. Nem, Emmával terveztünk, vagy beszéltünk valami közös videót, de azt hiszem az nem élőzésre, szóval nem tudom. Majd ha lesz, akkor szólok, de így előre, meg ugye még el is tervezem, hogy mondjuk lesz élő videó. Annak a kivitelezés az megint más dolog, hogy mikor, meg hogyan, szóval arról úgyis fogok szólni. Gondoltál már arra, hogy tarts egy találkozót a molyos figyelőiddel, a YouTube-os feliratkozóiddal, illetve az Instagramos követőiddel? Ha igen, mikor lesz ilyen? Igen, gondoltam már ilyenre, de az a probléma, hogy én kisvárosban élek, messze minden nagyvárostól, tehát minden ilyen nagyobb város, mit tudom én, ilyen Pest, Szeged, Kecskemét, szóval ezek ilyen talán ilyen... Ja, most Szegeden ugye megfordulok, de hát suli miatt, meg akkor nem érek rá ilyenekre, de szóval az a probléma, hogy én nagyon így kívül esek a forgalmas helyektől, és itthon tudnám, hol tudok tartani ilyet, de ez körülbelül mindentől 120 kilométerre van kb. És máshol, tehát például Pesten nem tudom, hogy hol tudnék tartani. Szóval erre szoktam apának mondani, vagy apa szokta nekem mondani, nem tudom, mindketten mondtuk már, hogy ha valaki megszervezi, én elmegyek és megtartom. Mert szívesen csinálnék ilyet, csak nem tudom, hol megcsinálni. Mert nyilván nem itthon lesz érdemes egy ilyet csinálni. Tim Burton filmek, melyik a kedvenced? Nem tudom, hogy mennyit láttam, de ja, amit tutira tudom, hogy Tim Burton és láttam és szeretem, az a Halott menyasszony. A Karácsonyi lidércnyomás, az a Nightmare Before Christmas, azt még mindig csak az első dalig tudtam megnézni, de már vagy háromszor elkezdtem, szóval Halott menyasszony. Mi a véleményed Lady Gaga-ról? Vannak jó számai, meg szeretem. Meg Just Dance-ben nagyon tudom a koreográfiáit. Nem azt mondom, hogy masszívan hallgatom, de vannak számok, amik hozzátartoznak és hallgatom és szeretem is őket. Csinálsz majd még olyan videót, mint például az újraolvas átír eléget? Szerintem igen. Egy újabb kört esetleg abból, vagy más típust abból, vagy egyébként arra is gondoltam így az élőzés kapcsán, hogy csinálnék egy élő videót, amiben élőben írnátok nekem karaktereket, vagy könyveket, amiket olvastam lehetőleg, mert úgy nehéz eldönteni, hogyha nem olvastam, ugye. De nem tudom. Ennyire nem tervezek már előre a videókat. Te műzlire öntöd a tejet, vagy a tejre öntöd a műzlit? Műzlire öntöm a tejet. Ki a kedvenc szereplőd a Sherlockból? Nekem Mrs. Hudson. Watson. Ha elutazhatnál egy fantasy helyre, hová mennél? Középföldre. Ja, tudom ezt miért az egyébhez tettem, mert nem úgy gondoltam, hogy csak könyves helyet lehet ide mondani, de könyveset mondok. Miért maradtak el a rajzos oldaladon a posztok? Azért, mert az előtt évben, hogy én elkezdtem a YouTube-ot, akkor nagyon sokat rajzoltam, és csináltam is hozzá ugye Instagramot, most ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, mert az így nem nagyon volt szó róla, és ugye ezt csináltam egy évig, de utána elkezdtem a YouTube-ot, és az idő, ami a rajzoláshoz kell, mert hogy olyanokat csináltam, amik ilyen több órás melók voltak, tehát hogy ilyen 2-3 óra beléjük ment naponta. Szóval az az idő, ami abba ment, az most a YouTube-ban van, és a kettő együtt az már sok lenne, úgyhogy az azért maradt el, azt úgy most már most sem tudom, hogy kéne visszalépnem abba a fiókomba egyébként, tehát hogy ezt teljesen abba hagytam. Ilyen vázlatos rajzokat még csinálgatok, de azt is már áttelepítettem a saját Instámra, szóval egyébként, hogyha esetleg megint így elkezdenék nagyon rajzolgatni, és azt így szeretném Instára, akkor ez valószínűleg egyébként a személyes profilomra tenném, mert személyes. Amúgy ez nekem ilyen mindenes, tehát hogy alapból személyes profil, de a YouTube, meg ilyen könyves instás dolgokat is arra pakolom, meg utána már elkezdtem a rajzos dolgokat is, mert azt, hogy több Instagram fiókot üzemeltessek, az nekem sok, meg úgy gondolom, hogy ott lehetnek egy helyen, mert elférnek.
nem hajtok arra, hogy totál egységes feedem legyen, mert hogyha valaki megnézi, látja, hogy nem olyan. Mindig azt pakolom ki Instára, amihez kedvem van. De igen, szóval a rajzos dolog az ezért maradt el, mert minden idő, ami abban van, tehát a YouTube elveszi attól, mert nem az írástól, meg az ilyenektől akartam elvenni, hanem akkor inkább attól a nagyon professzionális rajzos cucctól. Jó, nem annyira profi, nehogy azt higgyétek, majd belinkelem azt az Instagram oldalamat egyébként lentre. Mik a terveid a YouTube csatornáddal a jövőben? Lehetőleg megtartom, lehetőleg konzisztens tartalomgyártás marad. Igazából ameddig én kitartok így az olvasás mellett, szerintem simán tudom folytatni. Meg szeretem is nagyon csinálni, úgyhogy ilyen téren nagy változás nem hinném, hogy lesz, így megtartom kis könyvesnek. Nem akarok mondjuk elmenni másik irányba, tehát hogy ezt a könyves részét, ezt meg akarom tartani. Most az, hogy egyszer-kétszer ilyen, mint volt ez a sorozatajánlóm is, az belefér. Meg nyilván akkor is azért valamennyire könyves témához próbálom igazítani, szóval az biztos, hogy a könyves téren maradok, mert másfele nem akarok elmenni. De igyekszem megtartani, meg fenntartani, meg csinálni. Mikor lesz még gyereményjáték? Majdnem mondtam, hogy most van, de most, mikor ezt felveszem, akkor van Instagramon gyereményjátékom, de majd lesz. Most meglett a 4000 feliratkozó, amit köszönök szépen, és szerintem 5000-nél csinálok megint egyet. Azt tartom legvalószínűbbnek. Na és akkor ezek voltak az egyéb kérdések. És akkor jönnek a magán jellegű kérdések. Van házi állatod? Szigorúan véve nekem, sajátom nincs. Viszont anya szereti, amikor... Na jó, ezt nem fogom anyára fogni. Szóval anya megsajnál, mindig van egy ilyen időszak, hogy nincs macskánk. Aztán anya megsajnál egy ilyen kis kóborcicát, azt megeteti, az itt marad, és természetesen kiderül, hogy az a macska lány. És tavasz lesz, és lebabázik nekünk, legalább egyszer. És hát utána pár évig van macskánk, úgyhogy most van macskánk, van 3 felnőtt, meg 2 kicsi, de mi egyik kicsit sem nagyon szoktuk látni, mert természetesen olyan helyre ellett az anyjuk, amiről nem tudtunk, és így akkor egyszer csak láttuk, hogy spurizik egy kis tica az udvarban. Szóval macskáink vannak. Van hobbid az olvasáson kívül? Hát mondhatom ide az írást. A másik meg a rajzolás, amit az előbb emlegettem, mert azt nagyon szeretem. Életed végig ugyanazt a zenét hallgathatod, melyik lenne az? Az a baj, hogy általában, hogyha megtetszik egy zene, azt így orvérzésig hallgatom, utána meg egy évig nem. És utána rájövök, hogy volt ilyen, szóval egy zenét hallgatni egész életemen át. Azért ez olyan, mint az egy könyvet olvasni egész életemen át. Egy idő után megunod. Tök mindegy, mit csinálsz, egy idő után megunod. Hát nem tudom. Ezt tényleg nem tudom megválaszolni. Melyik az a film, amin a legtöbbet sírtál? Gyűrűk ura, a király visszatér. Valamelyik évben egyszer újra néztem maratonban, és általában mindig megkönnyezem a végét. Szóval, általában mindig megkönnyezem a végét, de valamelyik évben újra néztem megint maratonban, de így 2 nap alatt letoltam. És annyira zokogtam a harmadik rész végén, de nem azért, mert szomorú, hanem úgy azért, mert vége lett. És nem szeretem, mikor vége van, és az annyira kikészített, hogy de az a telibe bőgés volt. Ez nem sírás volt, az bőgés volt. A másik, ami frissebb élmény, tavaly februárban, amikor láttam az Így neved a sárkányodat 3. részét. Tehát amikor a zovis gyerekkel lévő anyuka nézett rám, hogy mi bajom van, mert vége lett a filmnek, mentek volna ki, én meg nem tudtam felállni a székből a moziban, mert annyira zokogtam. Szóval igen. És akkor én 18 és fél éves voltam ott, nem oviskorú. Szoktál fotózni, és ha igen, akkor milyen témákat? Hát annyira nem. Most így Instagramra az, hogy néha fotózok, az... Ja, Instagramra szoktam csak, de hogy külön nem Emma a fotós, nem én. De Emma nagyon jó fotós. Szóval nálunk Emma a fotós, én nem. Én így megcsinálom Instagramra a kis könyves fotóimat, meg esetleg a kis rajzos fotóimat, és így annyi nekem ott kilőtt. Nem érthetek mindenhez, jó? Szereted a társas játékokat, és ha igen, akkor milyen típusúakat? Úristen, az egyik szobánkban. 2 ekkora könyvespolc. Most már nincs tele, mert átrendeztük, de volt régen 2 ekkora könyvespolc, mint az enyém, tele társas játékkal. Most már talán csak 1 polcnyi van, mert át lett rendezve meg minden. Hát mindenféle van ott. Most egy valamennyit mondjuk van, Cluedónk, Harry Potteres, Kandamir, Catán, Solo, fú, rengeteg van. Sok van, meg sokféle, és nagyon szeretünk játszani. Általában télen szoktunk jobban, mert hogy télen bekuckózunk a konyhába, begyújtunk, és akkor társas játék este. Szóval nagyon sok van, és nagyon sokféle. És szeretünk nagyon játszani, igen. Szereted az ananászos pizzát? Éhes vagyok, ezért merült fel bennem ez.
Az ananászt úgy nem szeretem, semmin, sehogy. Az ananászt magát nem szeretem, pizzán meg ezek szerint ugye végképp nem. Mennyire érdekel a mitológia? Hát, amúgy érdekes, de én inkább azt mondanám, hogy a Percy Jacksonokban, meg a Rick Riordan könyvekben, ahogy az meg van írva, úgy érdekes, de amúgy annyira magamtól szerintem nem tanulmányoznám így az eredetit, mert azt szeretem, hogy Rick Riordan előadja őket, meg úgy szeretem amúgy is, de hogy annyira nem mondanám, hogy így külön kutakodnék is a mitológiák között. Mi az az apróság, ami a legjobban fel tud dühíteni? Az értetlen emberek. Tehát, hogy amikor elmondok, nem az, hogy elmondok valamit és visszakérdez, hanem az, hogy elmondok valamit és nem érti valaki, amit mondok. Tehát, hogy nem képes fölfogni, és hallotta, és bóloga, de nem, na. Szóval, hogyha valaki nagyon értetlen, akkor az nagyon fel tud dühíteni. Ki a kedvenc külföldi és ki a kedvenc hazai booktubered? Külföldit, akit most nézek, úgy aktívan és nem csak pakolom be a megnézendő listára a videóit, az a Read with Cindy csatorna, őt imádom egyébként, tehát hogy a csaj az szétolt mindenkit, de mindent és mindenkit és minden olyan, és fenomenálisan jók a videói. Hazai. Hát most hazaiból, akit nagyon sokat nézek, az Borka. Szia, Borka. Igen, de igen, most kezdem magam egyébként felhozni, és nézem most a többieket is, mert most azért jobban van időm nézegetni a videókat. Megpakolom be mindenkinek, hogy meg kell nézni, aztán előbb-utóbb eljutok mindenkihez, de igen. Szóval külföldiből most Read with Cindy, és itthoniból pedig most Borka. Mindenkibe lesz linkelve, akit így említgetek. Meg majd lehet ide föntre. Melyik a kedvenc Netflix sorozatod és filmed? Sorozatból az Envidani, meg ugye most már Lucifer is Netflixen van, de az csak ugye az utolsó évad volt, meg Stranger Things. De maradjunk az Envidani-nél. Film, ami kifejezetten Netflixes. Hát film nem jut eszembe. Ami így kedvenc és Netflixes. Hány éves vagy? 19 abban a percben, mikor ezt a videót fölveszem. 19 és fél. 19 éves és 7 hónapos kb. Majd novemberben leszek 20. Melyik országba szeretnél eljutni? Hát Amerika az ilyen top listás. De úgy nem csak az USA-ba, hanem úgy Kanadába is. Ott arra felé, igen. Tehát az Észak-Amerika az úgy jut érdekes. Meg ahova még mennék, azok az ilyen skandináv országok. Meg a Dél-Franciaország, meg Dél-Oroszország. Az ilyen borvidékek, azok olyan szépek filmekben is. Hogy vagy? Jó, köszönöm. Kicsit melegen van, meg kicsit fáradt vagyok, mert most már napok óta videókat veszek fel, és töltök fel, és vágok, és ez kicsit fárasztó, de csinálom, hogy utána ne legyen kihagyás, meg egy kicsit előre dolgozok. Hogy sikerült a fél év? Jól sikerült. A távoktatásnak köszönhetően kitűnő lettem. Igen. Hogy érzed magad, mi a terv a nyárra? Hát igen, az előbb mondtam, most jól érzem magam, mi a terv nyárra? Sokat olvasok, sokat szeretnék olvasni, sokat szeretnék írni, bár az eddig annyira nem sikerült. Hát szeretnék valami szín, de eddig a hullaszínem az megvan, mert nem tudom, szerintem nem látszik, mindegy, múltkor leégtem, és itt van a kis csík rajtam. Igen. Meg szeretnék, igazából csak emlékeket szeretnék szerezni, ami eddig egy egész jól halad, ahhoz képest, hogy itt mindenféle vírushelyzet meg ilyenek voltak. Úgyhogy ja, így amilyen rosszul indult az év, és ez az első 5 hónap, amilyen érzelmi hullámvasút volt nekem is például. Hogy most úgy néz ki, hogy elkezdtem így felfele ívelni, meg kis pozitív hangulat, meg minden, úgyhogy most jó vagyok, csak tartsam meg ezt az irányt, és akkor minden jó lesz. Melyik a leggázabb sulis élményed? Gáz. Olyan szituáció, amiben én éreztem magam gáznak, vagy más volt gáz egyébként? Mert szerintem én annyira nem voltam gáz középiskolában. Mert én mindig meghúztam magam, szóval nem voltam ilyen nagyon leggázabb sulis élményed. Mi volt nagyon gáz? Szerintem ilyet nem tudok egyébként mondani. Lehet, hogy miután felvettem ezt a videót, ráírok a barátaimra, hogy ha amúgy van valami, ami nagyon gáz volt velem kapcsolatban középiskolában, mert ha nem, akkor hagyjuk. De szerintem ilyen nagyon gáz nem volt. Alapvetően. Arra biztos emlékeznék, tehát hogyha lett volna, akkor tutira így beugratod, hogy hú, hát az, amikor. De nem hinném. Nem. Én ugye el voltam középiskolában. Eddig hogy tetszik a könyvtár rossza? Eddig nagyon
nagyon tetszik. Jobb, mint... Hát, ha mondhatom ezt, hogy jobb, mint vártam, egyébként jobb, mint vártam, de valószínűleg csak azért mondom ezt, mert nagyon nem kell túl sokat túl megerőltetnem magam egyetemen. Mi a kedvenc gyümölcsöd? Az eper, meg a málna. De amit szeretek. De valószínűleg az a kettő. Kivi. Még. Sportolsz per sportoltál? Ha igen, mit? Hát réges-régen egy messzi-messzi galaxisban középiskola előtt, még 9-ben egy kicsit lovagoltam. Ilyen hobbi szinten. Amúgy meg utána meg jogára jártam, mert apa jóga oktató is, és néha még most is megyek, nem olyan gyakran, mint kéne, de ja, jóga. Ki a kedvenc énekesed, együttesed? Hú, Spotify! Jaj, ne, elnyomtam, úristen, de utálom, mikor ezt csinálja az Excel táblázat. Na, Spoti, nézzük! Előadók. Mindjárt mondom, szóval, hát Ed Sheeran, így az ultimate kedvencem, de nem a Shape of You óta, hanem az A-Team óta. Szóval még az első albuma óta ismerem. Igen, akkor mi van még itt? Arctic Monkeys, Dean Lewis, Frank Turner, George Ezra, James Bay, James Blunt, Louis Capaldi, The Lumineers, Maggie Rogers, Of Monsters and Men, Taylor Swift és Tom Odell. Őket követem is, úgyhogy így nagyjából ez. Még jó, hogy pont megvan itt a Spotify, ezt magamtól nem tudtam volna így felsorolni. Mit szeretsz magadban a... Mit szeretsz magadban magadon? Hát magamon... Amit legjobban szerintem az a szemem. Nagyon nagy gülű szemem van, viszont én szeretem, hogy ilyen szép nagy szemem van, és szép színe is van szerintem, mert ilyen belül barna, kívül zöld, és szép, és tetszik, és magamban. Szerintem a fantáziámat azt szeretem amúgy. Igen, legyen az. Hova szeretnél menni tovább tanulni? Hát jelen pillanatban igazából tovább tanulok, attól tovább meg, ahol most, mert most első éves egyetemista voltam, attól tovább meg nem tudom igazából. Valószínűleg utána már nem nagyon megyek sehova. Max mesterképzésre. Van kedvenc színészed? Ha igen, ki? Nincs igazából. Van sok színész, akit szeretek, de így kedvenc az nincs. Hol képzeled el magad 5 év múlva? Hát remélhetőleg egy diplomával, meg egy olyan kiadott könyvvel, amit, ami megy és bestseller. Ha meg nagyon elvetemült 5 év múlva itt terve, akkor pedig már a film, akkor már a könyvem megfilmesítésének a forgatásán, premierjén. Van barátod? Nincs. Volt? Nincs. És lemerül a kamera. Mi a legnagyobb álmod? Hát egyrészt, hogy befutott író legyek, mármint hogy rendesen sikeres. Másrészt, hogyha ezt egy kicsit tovább gondoljuk, akkor tényleg az, hogy a könyveimet megfilmesítsék. Hogyan néz ki egy olyan nap, amire mondanád azt, hogy életed legjobb napja is lehetne, vagy az is ideig? Szerint... És apa füvet nyíl. Jó van. Ez most egy ilyen videó lesz, jó? Hát ezt így nem lehet mi. Remélem többször már nem kell, megállom. Szóval, hogyan néz ki egy olyan nap, amire mondanád azt, hogy életed legjobb napja is lehetne, vagy az is ideig? Húha. Hát nem tudom. Igazából egy nap, amire emlékszem, hogy nagyon-nagyon jó volt, bár nem vagyok benne biztos, hogy a teljes nap, de ugye a nap vége, következő nap eleje, az szeptemberben volt, amikor volt az összegyetemi gólyabálos buli. Az nagyon jó volt, de így az nem tudnék szerintem úgy külön viszont így teljes napot mondani. Inkább, hogyha amilyen jó nap, amikor így egyszer sincsen negatív gondolatom, vagy amikor egy napon keresztül egyszer sem gondolok túl semmit. Szóval egy olyan nap, amikor így abszolút semmit nem gondolok túl. De szerintem olyan még egyébként nem volt. Most, hogy letudtad az első éved az egyetemen, mit gondolsz erről az új fejezetről, milyen az egyetemi élet, vagy miért szeretnél? Mi sikerült, mi nem? Olyan volt, mint amire vágytál, számítottál? Szerintem jobb, mint amire számítottam. Nagyon jól tudtam magamnak szakot választani. Nem csak azért, mert nem kell túl megerőltetően sokat tanulni, hanem mert szerintem egy tök jó kis csapatom is lett ott, meg úgy maga a szak is tetszik, tehát tudtam, hogy így ez a könyvtáros szak az, ami minimálisban is érdekel, és szerencsére jónak is bizonyult. Maga az egyetemista élet, meg egyébként jobbnak bizonyult, kicsit bele kellett rázódni, mert az elején azért ott voltak ilyen új helyzet, meg minden, és az úgy nem volt túl jó, de aztán most már jó, úgyhogy szeretem. De hát pont azon gondolkodtam, hogy tök gyorsan elment ez az év, és még már csak 2 éven van, mindjárt szakdogát kell írnom, úgyhogy húha. Ja, úgyhogy jobb lett, mint amire számítottam, külön elvárásaim pedig így előre nem voltak. Jártál lovagolni? Ha igen, milyen szinten vagy? Jártam, most már régóta nem voltam, amit sajnálok, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek.
szerettem. Hát ilyen hobbi szinten közepes, nem tudom pontosan megmondani egyébként. Hogy éled meg a karantént? Igazából már nincsen kijárási korlátozás, nem? Az idegesít, hogy mindenhol fel kell húzni a szájmaszkot, ugye nyilván, mert eléggé nem kapok benne levegőt, de azon kívül meg nem. Az a része, hogy ugye itthon voltam, be voltam zárva, minden az kicsit az agyamra ment, mert tipikusan ilyen túlgondoló ember vagyok, tehát hajlamos vagyok rá, hogy a túlgondolás túlgondolását is túlgondolom, szóval akkor azzal így megvoltak a problémáim, de csak azért, mert amikor jött ez az egész, akkor így előtte pont rossz passzban voltam, és a rossz passzomat nem tudtam úgy így lerázni, hogy akkor ott vagyok egyetemen, és csinálom a dolgokat, és valamivel napközben elterelem a figyelmem, mert itthon voltam 0-24-ben, és nem tudtam nem rá gondolni arra, ami miatt rossz passzban voltam, úgyhogy igen. De most már minden remek. Mik a tanulási szokásaid, hogy tanulsz mondjuk vizsgára? Hát ami nálam igazából nekem legjobban működik, az az, hogy valamit sokszor elolvasok, mert bemagolni nem tudom. Tehát arra én képtelen vagyok, hogy valamit bemagoljak, hanem elolvasom, és ami így megragad. Elolvasom, visszamondom, ilyesmi. Volt egy hatékony tanulás órám egyébként abban a fél évben, de hát nem feltétlen mondom azt, hogy mindent meg, vagy nagyon sok mindent meg fogok abból fogadni, mert én el vagyok azzal a módszerrel, amit jelenleg csinálok vizsgára, meg hát sokszor elolvasom az anyagot, aztán reménykedek, hogy megmarad. Egyébként nekem bevált, de csak azért, mert ilyen az agyam. Mikor van a szülinapod? November 7-én. Ki inspirál téged a mindennapokban? Saját magam. Az most nincsen, tudom, hogy szoktok ilyen két példaképet kérdés, de nincs, mert nem akarok másik emberre hasonlítani. Igazából szerintem ez leginkább olyan, hogy tudom így, mi a legjobb potenciálom, és azt igyekszem elérni. És ez az, ami így inspirál, mert tudom, hogy mi az, amit meg tudok csinálni, és így hajtom magam, hogy tudod, hogy meg tudod csinálni, úgyhogy akkor csináld meg! Vannak céljaid rövid, illetve hosszú távon? Szabad tudni, mik ezek? Lediplomázni, körülbelül azt szerintem rövid távra mondhatjuk. Szerezni egy rendes melót utána, abból a diplomából lehetőleg, és nem a híd alatt lakni a bölcsész diplomából. Hosszú távon, hát hosszú távon meg a könyves dolgok, amiket szoktam emlegetni, mert szerintem az úgy benne van. Meg hát, és ilyen nagyon hosszú távon, hogy házasság, család, gyerekek, de az még messze van, azon nem gondolkodok még annyira. Nem sokat. Ja, úgyhogy jelen pillanatban így az egyetem legyen meg. Megfejezem be a könyveim. Szereted a neved? Szerintem nagyon különleges. Ó, én nagyon szeretem, főleg, hogy nem jön szembe velem úgy abszolút soha. Tehát van az, amikor így az utcán valakinek mondják a nevét, és azt hiszed, hogy neked szólnak. Most ezt nem magamra mondom, csak így az ilyen népszerűbb neveknél, és vagy amikor nagyon sok embernek van ugyanaz a neve. És én szeretem egyébként. Az egyetlen, ami kicsit ki tud akasztani, az, hogy soha... Apa füvet nyír. Remélem nem hallatszódik bele, de már nem érdekel komolyan. Vagy négyszer kellett félbehagynom ezt a videót. Szóval, amikor azt az A-t elfelejtik a végére tenni, mert ugye Matild, az is egy létező név, de én Matilda vagyok. Tehát van ott egy A, és a Matildot azt kizárólag olyan osztálytársaimtól tolerálom, akikkel jóban vagyok. Kb. Szóval középiskolában az egyik tanárom az Matildozott, de TH-val, szóval fancy-n. Egyszer úgy is írta fel a nevem a táblára, hogy Matild. De hogyha ilyen idegenebb emberek, vagy az összes többi, tehát körülbelül középiskolában két tanárom hívott Matildának, az összes többi Matildozott, én meg mindig így látjátok a nevem beírva a naplóba, nem tűnt még föl, hogy ott van egy A betű. Na mindegy, szóval azt kicsit ki tud akasztani, de Matilda vagyok, és szeretem a nevemet. Tehetség a rajzfidásod, vagy tanultál rajzolni? Jártam rajziskolába valamennyit, de nem szerettem, mert nem lehetett 0-24-ben lovakat rajzolni, meg akkor kisebb voltam. Az egy tehetség? Hát azt sem mondanám rá. Inkább azt mondom, hogy sok gyakorlás. Úgyhogy visszaemlékezek, hogy kicsinek milyen lovakat rajzoltam, meg hogy most miért tudok, az a sok-sok éven át való kizárólagos lórajzolásnak az eredménye, úgyhogy gyakorlás. Nem tanultam soha ilyen technikákat, meg ilyeneket, de nem is mondtam azt, hogy tehetség. Oké, azt hiszem ennyi az összes kérdés. Nagyon remélem, hogy nem hagytam ki egyet se, ha mégis, bocsi, ennyi kérdés között előfordulhat szerintem elég könnyedén. Ja, de most egy évig nem lesz kérdezfelelek, úgyhogy
majd jövőre is csinálunk egy ilyen masszívat, de még egy kérdez felelektől, most már hány ingerem lesz, bocsánat. Hát, akkor ez lett volna a harmadik és végső és utolsó kérdez felelek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.